Sziasztok! Az Atomenergetikai Múzeum mai Nyomaték című rovatában egy igazi különleges darabot fogunk bemutatni. Egy Unimoggal készültünk nektek. Először a tűzoltóság részéről Tibai László fogja bemutatni a járművet, illetve annak a történetéről fog mesélni, mert az is elég érdekes. Utána pedig Kovács Óci Lacival fogunk menni egy kört terepen. Megnézzük, hogy hogy bírja a szántást. A harmadik etapban pedig egy vontatást fogunk megnézni. Nagyjából egy kamionnyi súlyt fogunk vele megmozgatni. Úgyhogy tartsatok velünk és nézzétek meg ezt a mai adásunkat. Szia, Laci! Örülök, hogy hoztál nekünk egy ilyen járművet. Elmondtam, hogy egy Unimogot látunk bent. Mit tud ez az autó, és mire készült? Hát ez az autó egy univerzális motoros eszközszállító jármű. Gyakorlatilag ebből van a neve is, nem? Így van, ez egy mozaik szó tulajdonképpen, és a magára a járműre utal. Az autónak a története háború előtti időkre vezethető vissza. Háborús idők előtt már ennek a járműnek a prototípusa papíron létezett. De mivel a hadipar fölemésztette az ember és anyagigényt, háttérbe szorult. A háború után újból elővették a járműnek a prototípusát, hiszen a nagyhatalmak úgy döntöttek, hogy Németországból agrár országot fognak kialakítani. Gyakorlatilag a mezőgazdaságra alapozták az autónak a kialakítását. A lényeg az volt, egyszerű legyen, kevés alkatrészből tevődjön össze, univerzális és sok szerszám hordozására legyen alkalmas. Mivel férfi ember hiány volt Németországban, ezért úgy alakították ki, hogy akár nők is tudták kezelni ennek a járműnek a tartozékait. Egy gyakorlatilag a traktorok kiváltása, a traktorok helyett tervezték. Így van. A járműről látszik az, hogy a mezőgazdasági géphez próbálják igazítani, nagy kerekekkel, guruló kerekekkel. Tehát gondolom ezért van a rövid tengelytáv is. És egy érdekesség a mezőgazdasággal kapcsolatosan, hogy gyakorlatilag a krumplisorok mérete határozta meg a kerekeknek a méretét. Nyomtávot, így van, és a tengelytávot is. Ugye elég rövid, személykocsit meghazudtolóan kicsi ívbe kanyarodik. Hát ez pont jellemző arra, hogy a mezőgazdaságnak ez kellett, sorművelésre. Fordulékonyság. Így van. Tulajdonképpen az volt a lényeg, hogy egy személy tudja kezelni, mint ahogy említettem az előbb is, még akár nők is, és úgy lett kialakítva, hogy több funkciós legyen. Tehát egyben a sok. Aha. Tehát vontatása, földmunkára, áruszállításra és sok esetben személyszállításra is. Az eredeti 50 km-es sebességet tudott száguldozni, és 25 lóerős benzinmotor hajtotta, ma már ez nem igaz természetesen. Aha. Az új generációban, mint ahogy látszik is, ez a 300-as családba tartozik. Ugye három fő csoportja van az Unimognak, a 200-as, 300-as, 400-as, illetve most már megjelentek az 500-as. Ezek mind teljesítményhatárokat jelölnek, aha, és motorteljesítményeket. 400-as sorozat, 427-ig, ha jól emlékszem, 4 hengeres dízelmotor hajtja, és a fölött meg 6 hengeresek. Aha. Hát a motor teljesítményre azért van szükség, hogy az eszköz, ami rá van telepítve, az mindig munkaképes legyen. És akkor gyakorlatilag ezek a csatlakozók, amik itt elő vannak, ezek már az ilyen csatlakoztatható eszközök miatt vannak itt? Így van, ez már az újkor, a Unimognak az újkori vívmánya, hiszen a hidraulika tudomány olyan gyors léptékben fejlődött, hogy a mechanikus hajtásokat kiváltották az autóról, és bővítették hidrolikával, aztán később ehhez még párosították az elektronikát. Ezek valóban hidrolikus csatlakozók, amik eszközöket működtetnek. Forgó mozgást, egyenes vonalú mozgást, aha, és egyebeket. Én 1983-ban találkoztam először Unimoggal, hogy meséltem is, és akkor mondták, hogy föl kell venni a lakárnit, a holkit, és akkor mondtam, hogy egyedül, hát egyedül, és akkor nem kellett kitalálnom, mert adta magát. Aha. És amikor mondták, hogy a forgórakodót kell levenni, akkor megint adta magát, ott állt a forgórakodó, kihúztam a szegeket, emelővel megemeltük a platót, rátoltam vissza, semmi más nem kell csinálni, mint
összecsukni, csatlakoztatni a hidrolikát. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag ez tényleg akár egy mérnöki remek műnek. Így van, képzeld el, hogy olyan szerencsém volt, a véletlen ez, mennyire véletlen, hogy olyan unimogat láttam, ami útfenntartáshoz használnak, és majdnem minden adaptere megvan ahhoz. Uh-huh. És nagy probléma mindig a gépésznek, hogy jobb oldalt vagy bal oldalt. És most olyan unimogok vannak, hogy két kattintással az egész kormány átmegy a jobb oldalra, a munka végéig ott tevékenykedik a gépész, megnyomja a gombot, visszajön a kormány pedálokkal együtt, és bal kormányos lesz az autó ismételten. Hát ez az autó, ezek a fejlesztések már annyira emberbarátak, hogy meg kezelőbarátak, hogy 8 órát ki lehet benn bírni, bármilyen körülmények között, azt értem a szélsőséget a főségtől a hidegig. Aha. Például érdekességképpen mondanám, hogy a 60 éves jubileumára az Unimognak a Lego készített egy sorozatot. Aha. Tehát a kisgyerekeknek is, és mondhatnám azt, hogy ez egy igazi Lego. Na üljünk, akkor benézzük meg belülről. Na hát a belső is egészen puritánnak néz ki. Látszik, hogy itt is a funkciónak van minden alárendelve. Látszik, a műszerfa is ilyen szépen be van csak fordítva, csak a vezetőnek látszanak a műszerek. És akkor innen hogyan irányítod a külső berendezéseket? Hát a külső berendezéseket, mint az előbb is említettem, hidrolikusan működtethetőek. Ezért a hidrolika köröket kézre áll, tehát könnyű szabályozni. Itt láthatók a hidrolikus körök, a rájuk helyezett eszközöknek a munkahengereinek, illetve azoknak az útvállalóinak a jelölése, számai, és magát az irányítás pedig ez az egyszemkar. Aha. Működteti. Ennek az az előnye, hogy egyszerre több funkció is lehet vele működtetni. Tehát a térben is lehet forgatni, és lehet egyszerre süllyeszteni, illetve fordítani, meg lehet állítani például a mosókefét, föl lehet emelni, és egyéb más feladatok ellátására is alkalmas. Hát ez már tényleg a 21. század, és így akkor van. Innentől kezdve gyakorlatilag mindent innen lehet irányítani, hogy látom, hogy megvannak számozó gombok, ugyanúgy az 1-es, 2-es, ahogy kint a csatlakozók, tehát mondom, ott tud akkor. Így van. Iszonyatosan egyszerűen irányítani. Így van, és a hidrolikus köröket is. Tehát itt látszik azt, hogy munkára tervezték, és ez a gépésznek a figyelmét nem tudja lekötni, nem kell keresnie, hanem kézre áll, könnyen kezelhető, átlátható, minden munkafázisról visszajelzést kap, valamilyen leddel, illetve sok esetben, hogyha hibásodás van, akkor hangos figyelmeztetést is ad. Érdekessége még talán a sebességváltó, előválasztást biztosít. Aha. Ez egy mechanikus váltó, elektropneumatika vezérli a magát a váltót, 3 állása van, az előre menet, az üres állás és a lükverc. A sebességváltónak a lényeg az, hogy én most kérek egy sebességet tőle, eddig megtörtént a kérdés, beadtam a kérést, rákuplungolok, és ő automatikusan... Tehát igazából nem automata, csak az előválasztó, ez ennyit jelent, így van, az előválasztó. Kiválasztod, és a kuplungoláskor... Így van, tehát most is fölveszem, 5-et ajánlotta föl nekem erre a motorfordulatra, és tessék, már megy is. Aha. Nagyon. Tehát azért maradt a mechanikus váltó elnevezése, azzal a kitétellel, hogy elektropneumatika szabályozza mindennek az egésznek a folyamatát. És egyébként meghajtása tekintve ez milyen összkerék meghajtás? Összkerék, igen, összkerék meghajtása, ő is elektromosan kapcsolja, mégpedig úgy kapcsolja, hogy a differenciál műveket zárja össze, mégpedig az osztóműbe, illetve a hátsó hidon. Említettük, most Kovacsóci Lacival megyünk egy körtét a telepen, úgyhogy ide is jöttem az autóhoz, ugrok is be, és igazából mehetünk is. Szia Laci! Üdv újra! Akkor a szokásokhoz szívem becsatom az övet, mert tudom, hogy
Hát érdemes. Nem egyszerű terepre megyünk. Az Uralban ilyen még nem volt, úgyhogy ha valakinek van kedve, akkor nézze meg az uralos videónkat is. YouTube-on megtaláljátok. Megint csak találtunk egy jó kis építési területet, ahol meg lehet nézni az autónak a képességeit. És annyi a különbség a tegnapi naphoz, hogy ugye akkor ott a súlyként volt két IBC tartály fönt megtöltve vízzel, hogy azért legyen a hátsó tengelyek tapadás. Most ezt azért le kellett venni, illetve kicseréltük egy ugyancsak egy 2 tonnás próbasúlyra, aminek kicsit alacsonyabb a profilja, és jobban tudtuk rögzíteni, mint az IBC tartályt, így kevésbé borulásveszélyes a mutatvány, mert nyilván móka az móka, de azért vigyázunk az autóra, mert feladata van. Azt a Laci már említette, hogy ugye akár oltóanyagot is lehet szállítani az autóval, és akkor ezért volt fenn a 2 darab köbméter, 1 köbméteres tartály. Amikor kipróbáltuk el az autót, akkor úgy lötyögött is rendesen, gondolom az ilyen terepen nem biztos, hogy jó lenne, hogyha egy 2000 liter víz itt lötyögne a hátunk mögött. De ugyanúgy hát 2 tonnás súly van fenn. Azért itt látod, hogy azért vannak ilyen kis érdekesebb részek is. Picit itt óvatosan engedjük azért neki. De a váltója is, meg minden az összkerékhajtás, meg a felező, meg minden. Tehát ez úgy van kitalálva, hogy szépen lassan, komótosan, igazából a kerék megforgása nélkül olyan helyeken tud átmenni, hogy fantasztikus. Ugye ez a 31 néhány százalékos emelkedési szög az... Az valós, igen. Nyilván rengeteg körülmény befolyásolja, az tapadás, meg egyebek, hogy az hogy tudja megoldani a vezető, de alapvetően a járműnek a képessége ez eléggé kivételesek. Most nálunk ugye ott bent az atomerőmű tűzoltóságon, illetve ott a kollégáknál ott van hozzá egy sószóró adapter, egy hótoló lap és egy ilyen földtoló lap. Ez a 3 szerszám, amit ő tud kezelni. Hát jó, nyilván alapvetően nem igen, ez a funkciója neki. Gyakorlatilag most amit átmegyünk, ez olyan, mint egy szántás. Ezt azért mondjuk az atomerőműnél nem szokták használni. De mondjuk itt azért érződik, hogyha ezen simán elmegyünk, akkor... És tulajdonképpen simán elmegyünk. Igen. Itt azért érződik, hogy akár az se lenne probléma, hogyha még egy eke utána lenne kötve. Az autó egyébként mindössze 180 lóerős. Igen. Igazából... Most ebből a nyomatékot nem tudom megmondani, de nyilván ennek is van egy olyan üzemmódja, ahol még különböző áttétek meg egyéb osztómű segítségével azért ezt meg tudja többszörözni magának. Hát gyakorlatilag ugye itt azért alapvetően nem feltétlenül a lóerő a lényeg, hanem hogy mekkora nyomatékot tud beadni. Így van. És az milyen szépen tud átmenni a földre ugye a kerekeken keresztül. És akkor nyilván azért van olyan váltó, hogy 8 fokozat van előre? Igen. És ugye akkor ezt a terepi viszonyoknak függvényében, tehát a terepi viszonyok függvényében ezt azért meg lehet még felezni is. Aha. Van egy ilyen funkciója még. Ja, hát ez ismét nem a városi terepjáróknak való terület. Nem igazán. Amúgy azt hiszem, jól emlékszem az adataira, a hasmagasság, a szabad hasmagasság az ilyen 0,5 méter környékén van. Aha. Gázlóménység 1,20 talán, amit így tud. Ja, azt látom, hogy légszűrőnek, ugye itt van a kivezetése, tehát nyilván az... Igen. Amúgy Németországban meg traktoroknak, meg különböző ilyen kisebb mezőgazdasági vontatóknak lehet igazából alternatívája, mert nagyjából értelemszerűen abban a kategóriában, amit az ő súlya meg a vontató képessége képvisel, az jó helyettesítője mondjuk egy traktornak, azzal a nagy előnye, hogy esetleg közúton, mikor a munkát befejezte, azért 85-90-nel azért ő tud haladni is. Aha. Tehát nem feltétlenül kell mondjuk safety car-ként feltartani a sort 30-40-nel. Hát jó, ezt egyébként ugye múltkor kipróbáltuk, így aszfalton mentünk vele, és azért tényleg érződik, hogy egy ilyen sima, átlagos teherautó menet teljesítményeit tudja, tehát gyakorlatilag a közúti szabályok betartásával lehet vele szépen közlekedni. A tűzoltókra már megtudtuk, hogy ők mire használják, ti a balesetelhárításnál mire használjátok az autót? A balesetelhárítási funkció az autónak, ugye azt az uralos részben említettük, hogy első körben ő volt az, aki a súlyos baleseti dízelgenerátorokat vontatta volna ki a tárolóhelyről a rákötési pontig. Aztán őt váltotta ezen a feladaton az Unimog. Tehát gyakorlatilag az urán helyett.
Így van, hogy frissítették ezzel ezt a flottát meg a képességet, plusz még ugye ő kapta azt is, amit már említettem az előbb, azt a feladatot, hogy arról van szó, akkor a megközelítési útvonalakat, bekötő utat, azt ő saját maga, illetve mi saját hatáskörbe tudjuk akkor hómentesíteni, vagy éppen ha úgy van, akkor kialakítani. Akkor szereztünk egy trélert, amit majd akkor az Unimoggal próbálunk meg elvontatni. A trélerre 5,1 tonna tömegű súlyokat pakolunk, így összesen 25 tonnányi cuccot fogunk elvontatni, így 20,4 tonna lesz a tréleren, és akkor majd ezt megpróbáljuk az Unimoggal szépen elhúzni. A terület nem ideális, kicsit sár van, de reméljük a kis erőgép megbirkózik ezzel a feladattal. Akkor 25-30 tonnával végül sem, hát tulajdonképpen elég lazán el lehet indulni. Így van, mondjuk hál' Istennek jó ki van egyensúlyozva az autó. Aha. Súly is úgy van, hogy azért a hátsó hidat is ugye a vonószemen keresztül azért kicsit lenyomja, és akkor így a normális a tapadás is. De hát ez ennek az autónak ez így bírható terhelés. Aha. Hát Laci, köszönöm az élményt, köszönjük a tűzoltóságnak, hogy lehetőséget biztosította erre, hogy egy kicsit itt megismerjük az autót. Úgyhogy akkor további jó szolgálatot, ti megkövessetek minket tovább is a Facebookon, illetve a YouTube-on. Sziasztok!